Köszöntöm a Zsolca Televízió nézőit! Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazinműsorunkban ellátogatunk a kárpátaljai Viskre és környékére, szólunk a Sajóparti Nemzeti Estek legutóbbi rendezvényéről, és hangos meghívókat nyújtunk át a hétvégi ünnepi rendezvényekre. A város esemény összefoglalója után pedig belenézünk a Kaleidoszkópba, amely ezen a héten is érdekes kisfilmeket tartogat nézőink számára. Tartsanak velünk! Október 20-án testvérvárosi együttműködést írt alá Felső Zsolca polgármestere a Vajdasági Magyar Kanizsán. Egy hónappal ezelőtt a kárpátaljai Viskel is hasonló együttműködést ratifikáltak a polgármesterek. Az aláírásnál a Zsolca TV kamerája is jelen volt. Tartsanak most velünk egy kis kárpátaljai kirándulásra. Igen, itt járunk a Kárpátok alatt. Ukrajna nyugati, Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és egy kis szakaszon Lengyelországgal szomszédos régiójában. A térség sok tekintetben eltér Ukrajna többi vidékétől. Ez leginkább annak a következménye, hogy bár lakosságának nagy részét a ruszin nemzetiségűek teszik ki, a II. Világháborúi Kárpátalja Ukrajnától függetlenül fejlődött. Mint egy 1000 esztendeig Magyarország, majd a trianoni békeszerződés után Csehszlovákia, illetve 1945-től 1991-ig a Szovjetunió részeként. Viske különleges települése Kárpátaljának, hiszen ez az ősi báravarosi település tulajdonképpen egy nyelvsziget a Huszti járásban, hiszen a Huszti járásban Visk nagyközségen kívül magyarok nem élnek. Ennek ellenére ez a volt koronaváros, jelenleg nagyközség, sikerült megtartani a hagyományait, sikerült megtartani a magyar identitását, és rendkívül sok tehetséges embernek indult el a pályája ebből a nagyközségből, tudósok, orvosok, tanárok, zenészek, és nagyon sok olyan mesterember, akinek a munkáit tulajdonképpen egész Kárpátalján, az egész volt szövetőterületén megtalálható. Azt hiszem a viskek büszkeletek arra, hogy ebben a más nyelvű közegben évszázadokon keresztül fent tudták tartani a magyarságukat, és egy olyan életképes települést hoztak létre, amely 1270-től tulajdonképpen mindenfajta nehézség, háborúk, megpróbáltatások ellenére mindig is egy virágzó, rendkívül jelentős gazdasági, kulturális élettel rendelkező település maradt. Viske egy különleges település, Felső Tiszavidékhez szokták számítani. A Felső Tiszavidék ez egy szórványvidék, tehát az a terület, ahol a régi magyar közösségek azok már ukrán-ruszin közegben, kisebbségben élnek. Ez Viskre is érvényes. A viski magyar közösség az az, amelyik annak ellenére, hogy Visk községben ők kisebbséget alkotnak, az identitásukat megőrzik, illetve elég szervezettek ahhoz, hogy a létszámbéli hátrányuk ellenére döntően befolyásolják ennek a közösségnek a működését. A viski községnek mind a polgármestere, mind pedig a tanácsi összetételében magyar, illetve KMKS többség van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatai ma úgy lehet nevezni, hogy kiegyensúlyozottak. Nincs olyan kérdés, ami a két ország között vitát támasztana bármilyen vonatkozásban. Viskő nem fekszik a határ mentén, ennek rendkívül élénk kapcsolatot ápol az anyaországgal. Testvéri települései Felső Zsolca, Paksal élénk kapcsolatok vannak, de nagyon sok viski lett Magyarországon neves ember, akik annak ellenére, hogy Magyarországon élnek, élénk kapcsolatok ápolnak a szülő községükkel is.
17 évesen elkerültem innen, az már lassan 35 éve, vagy mennyi, úgyhogy nem élek itt, édesanyám él itt, és amikor megtehetem, mindig hazajövök. Egy megtisztelő kitüntetést kaptam, hogy vizsdíszpolgára lettem, tehát valahol itt élek, és hát ez is egy kicsit kötelez arra, hogy minden ilyen eseményben, amit itt lehetek, akkor jövök haza. A mai nap azért különösen öröm számomra, mert Felső Zsolc, illetve Visk aláírta a testvérvárosi együttműködést. Ez az a kapcsolati rend, amit a magyar kormány, a magyar külügyminisztérium elő nagyon nagy szeretettel támogat, és az a legfontosabb benne, hogy az emberek ezen az úton keresztül létrehozhatnak gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatokat. Az anyországgal való kapcsolat is ezen belül Felső Zsolccal nagyon fontos, ugyanis a legrégibbé kapcsolat, mert ez nagyon régen kezdődött, már 20 éve körül van, és azóta is erősödik ez a kapcsolat. Most ugye, hogy együttműködési szerződést írt alá a polgármesterünk, úgy gondolom, hogy ez még szorosabbá válik. Jelenleg is van olyan Európai Uniós pályázati kiírás, pályázati lehetőség, amely 4 országot érint. Ebben ő Kárpátalja, és hát még másik 2 megye Ukrajnából, valamint Borsod megye és Szabolcs-Szatmár megye, van 2 román megye is, vagy 3 talán és Szlovákiából. Közös projektek megvalósítására nyújthatnak be pályázatot. Ezen én kértem az intézmények vezetőit, hogy próbáljanak egy akár Viskkel, vagy pedig egy 3-as, mondjuk Malomfalva Viskkel, lehet 4-es is, ez egy kicsit több, nagyobb szervezést igényel. Tehát ilyen 4-3-4 szereplős programot összehozni, ifjúsági tábor, fafarogó tábor, vagy nem tudom, mennyit találjam ki, hanem ezt ők meg fogják fogalmazni. Ezek rendkívül kedvező finanszírozásúak, viszonylag kevés önrésze, és hát annyi pozitívumot hallottam én ebből még, ami nem mindenkinek pozitívum, hogy amely csak szoft elemeket tartalmaz, azt kevésbé díjazzák. Tehát lehetőség lenne nálunk is, vagy máshol olyan épületfelújításokat, vagy akár beruházásokat megcsinálni, amit a hazai források, vagy az EU Magyarországon kiírt pályázati lehetőségei közé nem fér be. Hát ezen is gondolkodunk. De én azt is apró pénzneváltásnak tartom, hogy hát egy írásból persze annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, de azért, ha időnként rátekintünk majd a falra, amikor hol bekereteztük, vagy jön egy delegáció és megnézi, hát akkor csak eszünkbe jut, ha meg nem kérdezik, akkor is, hogy na hát aztán most mit csináltunk. Polgármester úr, Szajkó Károly polgármester úr az aláírás követően úgy fogalmazott, hogy hát ezek után most a 2 kettőnknek a dolga alapvetően, hogy karba tartsuk ezt a együttműködést, és hát szorgalmazzuk azokat a kollégákat, akik ezzel foglalkoznak. Évek során ez a kapcsolat mindig erősödött, és most olyan csúcsot ért el, hogy most már alá kellett írni a megállapodást is, a közreműködést, és szerintem megértettük azt, hogy kölcsönös tisztelet övez bennünket, úgyhogy én mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ez a kapcsolat minél tovább annál fog jobban mélyülni. Mi örülünk neki, és azon leszünk, hogy ez a kapcsolat jobban fejlődjön, minél tovább annál mélyebb legyen ez a kapcsolat. Gondolom, hogy
egy kicsit, ha jobb anyagi viszonyok jönnek, érnek el minket, akkor ez a kapcsolat csak bővülhet. Divat mostanság a civil társadalmat emlegetni, de én, mint politikus is azt mondom, hogy igazán komoly az, amit az emberek maguktól megszerveznek. Annak van létjogosultsága, amit a közösségek akarnak, amit a támogatnak, amit az emberek maguktól is képesek megszervezni. Alapszint ez a település, akár Viskről van szó, vagy akár Zsolcáról, vagy akár Paksról, amikor ezek a települések mindenféle ilyen felsőbb utasítás és felsőbb intenciók nélkül képesek megtalálni egymást, valamilyen dologban együttműködni, az pozitív, az azt jelenti, hogy ezek a közösségek életképesek. A legfontosabb az lenne, hogy a turizmus fejlődjön, minél többen jöjjenek az anyaországból Viskre, ismerjék meg az itteni embereket, hagyományaikat, népművészetiket, különleges népművészeti sajátosságokkal bírnak. Ez fontos, ha az anyaországban is megismerik. Varga Sándor itt született. Nálunk leginkább arról ismert, hogy a Fradinak ő hozta el Szergej Kuznyecovot. Most például játszott a Bajnokok Ligájában Rubin Kazány, az orosz bajnok, és a Dinamo Kijev az ukrán bajnok. És hát az igazság az, hogy az egyik csapatban is, meg a másikban is volt játékosom. Úgyhogy tőlem is megkérdezik, kinek drukkolsz. Tehát most már azon kapom magam, hogy ugye a Szovjetunióban születtem, és a szovjet válogatottnak voltam az edzője, segítője a Lobanovszkinak, aztán a magyar válogatottban a Mészöly Kálmánnak, a cégem a Szaúd-Arábiában van, a lányaim Londonban tanulnak, és a világ labdarúgással annyi kapcsolatom van, hogy tényleg néha nem tudom, hogy kinek szurkolok. Tehát valahol egy szép futballnak, az igazságos játéknak szurkolok, talán azt lehet mondani. Tényleg azt kell mondjam, hogy amiket a politikusok nem tudnak elérni nagyon kemény munkával, az például egy Szergej Kuznyecov, aki a Fradinak a játékosa lett, ő ott az első játékos, akit Magyarországra hoztam. Tudjuk azt, hogy a Fradin mennyire radikális, kommunista, szovjet ellenes, és ennek az orosz gyereknek a segítségével 13 év múlva a Fradi ismét bajnok lett. A gyerekbe beleszerettek, és azóta is Magyarországon él, Magyarországon alapított céget, ott élnek a gyerekei. A fiam most a Kárpátiba futballozik, a Szergej a kisebbik fia, de a lényeg az, hogy tényleg a sport az fölötte van a politikának, és ez a példa, hogy ez az orosz gyerek, hogy megszerették a radikális fradis szurkolók ezt az orosz gyereket. És mondtam is, hogy a politikusok nem tudtak volna ezt 20 év alatt elélni, amit te sporttal. Ez az Árpád vonal, a Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere volt a II. Világháború idején. A Vörös Hadsereg támadásával szemben épített három védvonal egyike. A keleti Beszkidektől egészen a Berecki havasokig terjed. Légvonalban több mint 600 kilométer. A vonal építése már 1940-ben megkezdődött, természetesen a legnagyobb titoktartás mellett. 1943-ban a sztálingrádi csata után felgyorsították a kiépítését. A körkörösen védhető völgyzárban ma is járható lövészárkok és az egymástól 50-100 méterre lévő bunkerek tapinthatóvá teszik itt a történelmet. A 4. ukrán front 1944. augusztusa és októbere között három nagy hadműveletben kísérletezett a védelem áttörésével, sikertelenül. We'll be right back.
Kis történelmi kitérő után folytatjuk utunkat az északkeleti Kárpátok legnagyobb tavához, a Szinevéri tóhoz. GPS 989 méteres tengerszint feletti magasságot mutat. A tó úgy 10 000 évvel ezelőtt a jégkorszak után alakult ki a folyómedret elzáró földcsuszamlás következtében. És most a történelmi és földrajzi csavargás után térjünk vissza Viskre. A főtéren több ezer ember. A színpadon a helyi könnyűzene koronázatlan királya, mint a képeken is látszik, felgeteges hangulatot teremtett. A Felsőzsolcán is jól ismert viski fafaragó művész Balázs István alkotásai ezek a református templom előtt. Az 1270-ben épült templom gyönyörű mennyezete alatt ott jártunkkor Hegedűs Lóránt prédikált, aki kameránk előtt a reformáció és a magyarság megtartásának kapcsolatáról is beszélt. A reformátusság az ige egyházát alkotja, tehát bibliai megalapozású egyház, amely nem úgynevezett teokratikus rituálékban és bizonyos hagyományhoz kötött szertartásokban él és munkálkodik elsősorban, hanem a Biblia alapján hirdetett Krisztus követő igéknek a hirdetése, hallgatása, magyarázása, életre váltása egyénileg és közösségileg a reformált gyülekezetek tagjainak és közösségeinek a feladata. Ebből pedig az következik, hogy a reformáció mindenütt a régi vulgáta latin nyelvű Bibliáról áttért az eredeti ó- és újszövetségi nyelvek nemzeti nyelvre való fordítására. Tudjuk, hogy már az előreformációban Wiklif János angolra, Luther Márton németre fordította, Magyarországon pedig először Szilveszter János fordította magyarra a teljes újszövetséget, és a közismert előszó szerint proféták által szólt régen néked az Isten, haszkiti gírti mé, végre megadta fiát, haszkisi dóul és görögül és végre dejákul, szólval a régen szól, néked az itt magyarul, tehát a református gyülekezeti igehirdetések mindenütt őrizték a reformáció nyelvét, sőt kibontakoztatták, sőt Károlyi Gáspárnak a teljes biblia fordítása volt, a nemzeti
magyar nyelv születési bölcsője. Ugyanakkor egy Bibliát naponta olvas egy igazán vallásos és hívő nép, tehát mint Németh László mondja, ebben fürösztette meg lelkét a magyar minden nap, ebben mosakodott, ebben vitette magát, mint folyóvízzel a tenger felé. Tehát mindenütt, ahol nemzeti nyelvű bibliafordítás, nemzeti nyelvű igehirdetés és igehallgatás volt, a magyar nyelvet, az örökisten beszédét magyarul nem lehetett elnyomni. A templomban, a templomon keresztül a családi áhítatokon és minden szívnek a mélyén szólt a bibliai klasszikus nyelv. A bibliai klasszikus nyelv elevenítette a magyar irodalmat. Nem véletlen ezért, hogy Kárpátalján, ahol eddig a legnagyobb elnyomás volt, egy totális szovjet diktatúra alatt a nemzeti nyelv megtartásának a szerepe, akkor is, amikor a legnagyobb nehézségek uralkodtak a külső évben, azt jelentette mindenkinek, hogy a magyarság megőrződött, és a 90. Zsoltár dallama és szövege himnuszként énekelve is azt jelentette, hogy a te benned bíztunkot akárhol hallod, csak egyet takar, ez a nép református és magyar. Természetesen ugyanígy Erdélyben, Királyhágó melléken, Burgenlandban, Horvátországban, felvidéken a nemzeti nyelv hangzása mindig a nemzettudatnak a megőrzéséhez és kibontakoztatásához vezetett. Továbbá még ennyit hadd mondjak, az is magától értetődő ezek után, hogy bár először szinte 98%-ig reformátussá vált a reformáció elején Magyarország, de a zseniális Pázmány Péternek az igehirdetési nyomán az ellenreformációban a többség mégis a katolicizmushoz tartozóvá lett, ezzel együtt, és ennek ellenére a magyar irodalmi nyelv döntően református. Vörös Marti katolikus ugyan, de református kölcsei, evangélikus, tehát protestáns, Petőfi, református kálvinista Arany János, kálvinista Adi, kálvinista Tóth Árpád, tehát a legnagyobb és legtökéletesebb két költő, kálvinista Szabó Dezső és Móricz Zsigmond, Jókai Mór, és katolikus egyébként Gárdonyi Géza, tehát egyáltalán nem felekezeti versengést jelent ez, hanem azt jelenti, hogy ahol a nemzeti nyelvű biblia és igehirdetés meggyökerezett, ott a nemzeti nyelv, nemzeti irodalom, nemzeti hittudat és nemzeti identitástudat mindig megőrződött. Ennek nyomán aztán a katolikus egyház is megalkotta maga nemzeti nyelvű bibliafordításait, és ma már ott is nemzeti nyelvű szentbeszédek hangzanak, hogyha természetesen náluk a liturgia egész más, mint nálunk, mondjuk egy hegedűs prédikációból kitelik 15 szentbeszéd, mert ott van Maulbert freskó és Mozart szonáta és Liszt koronázási mise, nálunk Szabó Dezsővel szól a legszélesebb magyar ölelésnek, Szent Simonnál Albertnek fordításában a bibliai zsoltárok és az íge, az íge, az íge. Hitre és reményre pedig úgy tűnik szükség van ma is Kárpátalján. Van mitől és van miért félteni ugyanis az ott élő magyarságot. Szerencsének, a véletleneknek nagyon, illetve az isteni gondviselésnek nagyon nagy szerepe van. Egyébként nekünk nincs is miben másban reménykedni, hogy ha az erőviszonyokat vesszük, akkor van egy ukrán állam, amely az utóbbi időben egy bújtatottról egy nyílt nacionalista politikára kapcsolt át, ami az oktatást és a nyelvet illeti. Ha ez a politika hosszabb távon érvényben marad, akkor ebben a 46 milliós országban egy 150 ezres kisebbséget nyilvánvalóan viszonylag rövid időn belül megtörnek és bedarálnak. Egyelőre azonban van politikai erő, amelyik ezzel szembeszáll, és van rá remény, hogy hát ha a papírforma nem következik be. Ugyan most a magyarországi tömegtájékoztatásban Szlovákia vezet abból a szempontból, hogy kivel a legundokabb az utódállam, de ha a tényleges helyzetet nézzük, akkor értelemszerűen a mi
helyzetünk mondjuk a szlovákiaiakhoz képest annyival rosszabb, mint amennyivel messzebb van Ukrajna Európától Szlovákiához képest, hiszen a szlovákok ahhoz, hogy még inkább elnyomják a magyarokat, egy törvényt kell, hogy elfogadjanak, amiből mégiscsak van egy nemzetközi politikai konfliktus. Az ukránoknak ahhoz, hogy ugyanezt megcsinálják, nem kell, hogy törvény, lévén, hogy Ukrajna a balkáni zónában van, vagy a bizantin zónában van, és távolról sem jogállam. Itt törvény se kell ahhoz, hogy ugyanazokat a dolgokat megcsinálják, amivel a szlovákok a nyelvtörvényükben egyenlőre fenyegetőznek. A magyar királysírok történetéről is szó esett a Sajóparti Nemzeti Estek legutóbbi rendezvényén, ahol Hankó Ildikó és Kisze István voltak a vendégek. A kutató házaspár külön-külön már jártak Felsőzsolcán, most legújabb könyvük kapcsán együtt tartottak előadást a Bárcai kastélyban. A Sajóparti Nemzeti Estek őszi előadás sorozatában október 13-án Hankó Ildikó és férje Kiszeli István volt a vendége az AMK Közművelődési Intézetének. Pap Ferenc házigazda a magyar királysírok sorsáról és Eleink lakomái címmel megjelent legújabb könyvű kapcsán kérdezte a kutatókat. Kiszeli István a Zsolca TV kamerája előtt egy méltatlan utókor felelősségéről beszélt. Magyarországon egyetlen egy királyunk van meg, harmadik Béla, Székesfehérvárt szétverték, nem a tatár, nem a török, a Habsburg időkben, 1805-ben szétszették, aztán a maradékot parancsra tovább szétszették, aztán legutoljára 2000. szeptember 25-én betették megint egy betonsilóban. 2000, vigyázzunk, ez nem a Rákosi időszak, ez 2000. Szintén felső utasításra. Az összes többi helyen, Vácon, Esztergomban, Egerben, mindenütt, azt hiszem tudatosan szétverték, nem maradjon a magyar embernek egy olyan hely, ahova elmehet zarándokolni, ahova leteheti a koszorúját. Nekünk voltak olyan királyaink, nevezetesen az Árpádház, amilyen semmelyik európai dinasztiába nem adott annyi tiszteletre méltó embert, tehát szentet, mert az annyit jelent, hogy egy tiszteletre méltó példaértékű ember, mint éppen az Árpádház. És ezeket a királyainkat nemhogy nem tisztelték meg, hanem szétszórták, nem található meg a nyughelyük, összekeverték, nem adták meg azt a tiszteletet, amit a magyar nemzetnek meg kellett volna már régen adni. Tehát erre vagyunk a legbüszkébbek, hogy egyáltalán fölmertük vetni ezt a témát 1960-as években már. Az egész történelmünk egy nagy hazugság. Ahogy most elküldték az EU-ba, egy szörnyű hazugságot elküldtek, amit aztán sajnos nekem kellett megírni, Magyarország bemutatkozik címmel. Az igaz történelmünket kezdetektől fogva a legutolsó eseményig mindent a Habsburgok irányítottak, előtte pedig hát ugye tudjuk a történelmünk minden uralkodója. Egy kicsit szóval nagy volt, de valahol a magyarságból hiányzott a tartás, a büszkeség, amit elvettek tőlünk. Tehát most írtam éppen a Szent István vagy Attila kardjáról Bécsben. Soha senki nem kérte vissza. Most voltunk Prágában a Szent István kardjánál. Nagy Lajos vitte ki. Soha egyetlen egy uralkodó, király, miniszterelnök, államfő nem kérte. Prágaiak adnák, azt mondják, uram, elcseréljük bármivel. Nem,
egyszerűen senkinek nem jutott eszébe, és én sorolhatnám tovább. Olyan gyönyörűs történetünk van. Én az életemet erre tettem rá. Egyetlen európai népnek sincs ilyen gyönyörű kulturál gyökere, mint nekünk. És itt jövünk, mint bozorok a Kárpát-medencébe, megcsonkított országban. Azt hiszem először nem annyira a gazdaságot, a tartást kell visszaadni az embereknek, a büszkeséget, mert a magyar ember, ha van miért, akkor dolgozik. A felsőzsolcai Bárcai Kastély emeleti kiállítótermében tartott rendezvényen a magyar történelem kutatás talán két legvitatottabb egyénisége küzdelmeikről és sikereikről is beszélt. Bartusz Lajos professzor úr volt, antropológus professzor úr tanít a mesterünk, és ő mikor meghalt, tudnék, ő is idézőjelben belebukott ebbe a témába, pedig a 30-as években, az 1930-as években nem tudta befejezni a vizsgálatokat. Majd az előadásban el fogom mondani, hogy miért, tehát őt is akadályozták, és mikor meghalt, akkor azt mondta, hogy fejezzük be ezt a munkát. Tehát ezt megpróbáltuk befejezni, igazából nekünk se sikerült, de a Magyar Tudományos Akadémiának se. Nekünk azért, mert minket politikailag akadályoztak, nekik mert azért, mert nem volt meg a megfelelő szaktudományuk hozzá. Október 23-a nemzeti ünnepünk. Felső Zsolca idén is méltóan kíván megemlékezni az 56-os forradalom hőseiről és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának 20. évfordulójáról. Az ünnepi programok hangos meghívóját ezúton nyújtjuk át nézőinknek. Hagyományainkhoz híven, mint mindig, most is az ünnepnapján rendezzük a nemzeti ünnepet, ami azt jelenti, hogy október 23-án pénteken délelőtt 10 órakor a Kegyelti Parkban fogjuk megtartani ismételten. Ezúttal az ünnepi köszöntő egy irodalmi műsor lesz az Egri Gárdonyi Géza Színház jeles tagjától, Kelemen Csaba színművésztől. A 10 órakor kezdődő ünnepségen ezúttal is közreműködnek a felsőzsolcai amatőr művészeti csoportok, tehát a Rozmarin Népdalkör, valamint a Férfi Népdalkör. Élőben fog muzsikálni a Tényleg zenekar, a műsor közlő pedig Balla Orsolya, a mi zsolcai versmondónk lesz. Ez az ünnepség tehát délelőtt 10 órakor kezdődik. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy hagyományosan, ahogy már az ilyenkor szokott, a 4 település a Szikszói Dombon vagy Arnóti Dombon álló Torol emlékműnél ezúttal is közös ünnepséget szervez, ami azt jelenti, hogy Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga települések vezetői odavárják a településeink lakóit. Ehhez az ünnepséghez, a hagyományokhoz híven ezúttal is turulfutás kapcsolódik. A felsőzsolcaiakat 3:11-kor a Hősök teréről autóbusz fogja szállítani az Arnóti bekötő útig, és a mi fiataljaink onnan fognak felfutni a Turul emlékműhöz. Minden futó baseball sapkát fog kapni, pirosat, fehéret, zöldet, ezek a sapkák lesznek megmatricázva a turulfutás emblémájával. 12-kor déli harangszóra fog kezdődni az ünnepség fenn a Turulnál, az említett 4 település polgármestereinek a közreműködésével. Az idei ünnepi köszöntőt Kolenko Gábor Arnót község polgármester úrra fogja elmondani, és ezen az ünnepségen is közreműködik a Tényleg zenekar, valamint Kelemen Csaba színművész. A Turul emlékműnél közreműködik a Zsolca táncegyüttes is. Szeretettel várom tehát Felső Zsolca polgárait október 23-án délelőtt 10 órára és 12-re nemzeti ünnepünk közös megünneplésére. Október 24-én ünnepel a felsőzsolcai bolgár kisebbségi önkormányzat. A szokásos őszi megemlékezés mellett idén kiállításra is várják az érdeklődőket. A programokat Major Ádámné, a bolgár kisebbségi önkormányzat elnöke ajánlja figyelmükbe. Tisztelt városlakók, a bolgár önkormányzat nevében tisztelettel és szeretettel hívok és várok minden városlakót a bolgárok kertészek ünnepére, a Dimiter Denre, ami október 24-én szombaton délután 14 óra 30 perckor, 14:30-kor a görög katolikus templomba kezdődik, ahol Vatamány Albert esperes úr mond misét a bolgár kertészekért. Utána átsétálunk a Bárcai kastély előkertjében lévő emlékművünkhöz, ahol koszorúzunk és elhelyezzük a kegyelet virágait.
Utána követően 16 órakor a Bárcai Kastély emeleti termében tartunk előadást. Dr. Rémiás Tibor és munkatársai segítségével bemutatásra kerül a bolgárok történetét dolgozzák föl, ahol filmvetítéssel egybekötött előadást fognak tartani, kiállítást rendeztek, és minél több, szeretném, hogyha minél több városlakó megtisztelne bennünket ezen az ünnepségünkön, hogy fogyasszunk el egy pohár bort, egy bolgár falatot, és közösen emlékezzünk. Még egyszer tisztelettel várok mindenkit, és hívok az ünnepségünkre. Önök még mindig a Zsolca TV adását látják, de ez itt már a Kaleidoszkóp. Benne az ország és a világ érdekességeit bemutató kisfilmekkel. Mai adásunkban Murphy egyik törvényének megszegésére biztatjuk Önöket. Felelevenítjük az Európai Unió történetét, és bemutatjuk Denszky Gábor főpolgármester újszerű könyvét. Ha mindez még nem csiklandozná kíváncsiságukat, kisfilmünk fényderít a csiklandozás jelenségére is. Tartsanak velünk! Murphy szerint, aki szereti a virslit és a politikát, ne akarja tudni, hogyan készül. Ha mégis kíváncsiak rá, ajánlhatom kisfilmünket. Ez volt, és ez lett belőle. Ha érdekli Önöket, hogy hogyan is készül a virsli, tartsanak velünk. Virslit egyaránt készítenek marhából, sertésből és szárnyasokból. Elkészítési módjukban nagy különbség nincs. Ízükben viszont a virsli rajongók szerint annál több. Miután az állatokat levágták és félig feldolgozták, az alapanyagokat a húsüzembe szállítják. És kezdetét veszi a virsli születése. Miután a húst és a szalonnát szétbontották, szortírozták, az alapanyagokat, a sertéshúst, a marhahúst és a szalonnát összedolgozzák. Majd jöhet az ízesítés a fűszerekkel. Ezután jéggel higítják, és nem vízzel, mert a virsli állaga így jobb lesz, és ez azt is meggátolja, hogy keverés közben elégjen az alapanyag, ugyanis az felforrósodna, ha nem lenne benne jég. Egy speciális gép segítségével 10-15 percig keverik, aminek eredményeként létrejön ez a massza. És következhet az utolsó lépés, a juhbélbetöltés. Így a virsli a már vásárlók által is jól ismert formát ölt. De nem minden virsli készül húsból. Van olyan, amiben különböző táplálék kiegészítőket tesznek. Az adalékanyagok lehetnek károsak is, de alapvetően a mennyiségük attól függ, hogy mennyire akarunk olcsó terméket, mennyire akarunk eltartható terméket létrehozni. Általában a hosszabban eltartható félkész-kész termékek nagyobb mennyiségű adalékanyagot tartalmaznak. Miután a virsli elnyerte a mindenki által jól ismert alakját, elszállítják füstölni és főzni. Ez körülbelül egy órát vesz igénybe. Ha kellően megfőtt, kiveszik és zuhanyok segítségével lehűtik. Ezután már csak csomagolni kell. Virsli főzési tanácsok az Info24 TV-től. A virslit lobogó sós vízben főzzük ki, és nem főzzük teljesen meg a virslit, mert a virsli már elő van főzve. Már úgy jön ki az üzemből, hanem csak hevítjük. Beletesszük a lobogó vízbe, és 4-5 percig hevítjük. 5 perc elteltével levesszük a tűzről, és minél hamarabb kivesszük a forró vízből, hogy ne essen szét a virslinek a szerkezete, megmaradjon jó kis ropogósnak. De a virslinek nem csak főtt formája létezik. Egy kis fantáziával változatos és még ízletesebb szilveszteri csemege is készíthető belőle. A virslinket megsüthetjük, hossz irányba bevágjuk egy picit, és utána ilyen kis fogakat vágunk bele. Amikor megsül, szépen szétnyílik, mint a rózsa. Ez pedig a sült virslit. Bős zsíradékban szép pirosra sütjük.
ahogy mondtam az imént, szépen szétnyúlott, mint egy rózsa. A harmadik féle módszer pedig, ha betekerjük békönbe, békön szalonnába, rátűzzük egy fogpiszkálóval a békönt, hogy ne essen le róla, és akkor ezt is berakjuk. Jó forró olajban, finom ropogósra süssük. 5-6 perc elteltével kivesszük a forró zsíradékból a viaslit, amit betekertünk a kis békönszalonnával, és már tálalhatjuk is. Az Info24 TV azt tanácsolja nézőinek, hogy szilveszterre, ha tehetik, csak sertés vagy marhahúsból készült virslit egyenek, mert a babona szerint, ha valaki éjfél után, illetve új év napján baromfiból készültet fogyaszt, elszáll a szerencséje, mint a madár. Hazánk éppen 5 esztendeje tagja az Európai Uniónak, amely ezen a néven 1992-ben jött létre. A Maastrichti szerződést megelőzően az EU története az 1950-es évekre nyúlik vissza. A II. Világháború után felerősödtek és konkrét szervezeti formát öltöttek az európai egység törekvések. A nyugat-európai szabad piacgazdaságon alapuló demokráciák már az 50-es években határozott lépéseket tettek a gazdasági és politikai integráció megvalósítására. Az 1951-ben létrejött Európai Szén és Acélközösség csak az első volt a sorban. Hiszen az abban résztvevő 6 ország, Franciaország, Olaszország, az NSK és a Benelux államok további integrációs szerződések aláírásával létrehozta az európai közösségeket. Mindközül a legfontosabb az 1957 tavaszán aláírt római szerződés, mely megalapozta az Európai Gazdasági Közösséget. A közösség kezdetektől deklarált célja a gazdaság egészének integrációja, az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad mozgásának biztosítása. Az EGK, vagy ahogy nálunk akkoriban hívták, a közös piac idővel kibővült. 1973-ban Nagy-Britannia, Írország és Dánia. 1981-ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország, 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország is csatlakozott a közösséghez. Ezzel egy időben mindszorosabbá vált a kapcsolat az egyes tagállamok között. Az integráció kiteljesedését, elmélyülését újabb szerződések aláírása kísérte. Az 1987-ben életbe lépő egységes európai okmány fogalmazta meg először az osztatlan európai piac megteremtésének szándékát. Ennek köszönhetően 1993. január 1-től az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő immár teljesen akadálytalanul mozoghatnak a 350 milliós európai piacon. Az 1992-ben aláírt Maastrichti szerződés egyrészről újabb fontos állomás a politikai unió kiteljesítésének útján. Másrészt ekkor született döntés a gazdasági és monetáris unió létrehozásáról is. Az európai közösség tagállamai felismerték, csak közös monetáris politika mellett jöhet létre az egységes piac. A monetáris unió megvalósítása azzal jár, hogy a résztvevő tagállamok közösen alakítják a monetáris és az árfolyam politikát, közös jegybankot tartanak fenn és közös pénzt használnak.
Könyvet írt a főpolgármester, Demszky Gábor papírra vetette a testi-szellemi családfájának egyik erősságát. Ő maga szociografikus családtörténetnek nevezi ezt a szabálytalan, de érdekes munkát, ami kalandos tényregénynek is beillik. Mi vette rá egy ilyen átfogó mű megalkotására, megírására? Hát elsősorban az, hogy nagyon különleges a családnak a története, és egy olyan feltáratlan terület ez a magyar történelemben, amelyről korábban nem írtak. Ugyanis a 20-as években, a gazdasági válság idején, innen ebből a térségből, Magyarországról, Csehszlovákiából, Ausztriából, nem csak nyugatra és nem csak az Egyesült Államokba folyt kivándorlás, hanem keletre, a Szovjetunióba is. Nagyon sok amerikai munkás, svájci munkás, német munkás, osztrákok, és az akkori Csehszlovákia felvidéki részéről is munkások áttelepültek a Komintern, másképpen úgyis mondhatnám, Lenin hívó szavára a Szovjetunióba. Most ezeknek az embereknek a sorsát mutatom be, ennek az áttelepülésnek a történetét, a család történetén keresztül. Miért nevezi ezt szamizdatnak, és miért elsősorban az édesapjának ajánlja a könyvet? Apám nélkül nem tudtam volna megírni ezt a könyvet, mert én 5 nyelvű forrásokat használtam a könyvben, kirgiz, orosz, német, szlovák, cseh és forrásokat, lengyel forrásokat, és ezeket a nyelveket a kirgiz kivételével mind beszél az édesapám, és abban, hogy ennyiféle anyagot le tudtunk fordítani, értékelni tudtunk, amiket titkos szolgálatoktól, a külügyminisztériumoktól kaptunk, amelyek mind vagy a Winterhelpo mozgalommal, tehát ezzel az áttelepüléssel foglalkoztak ezek a dokumentumok, vagy a családdal magával, tehát őket figyelték meg. Ezeket el kellett olvasni, fordítani, stb. Apámnak nélkül tehát nem tudtam volna megírni a könyvet, és nagyon hosszú, 6 évig írtam a könyvet, sok-sok változata volt, és tulajdonképpen számizdat formában terjedt a család és a baráti körben egy ideig, és mindenki hozzáfűzte a saját megjegyzéseit, és aztán így fejlődött tovább és tovább a könyv, dolgoztam föl egyre több anyagot, hiszen a levéltárokból szinte zúdultak rám az anyagok, amelyeknek csak a részét tudta természetesen maga a kötet feldolgozni, egy részüket pedig letettem a fővárosi levéltárba, hogy egyszer majd meg fogja írni őket ebből valaki, az Interhelpo szövetkezet teljes történetét. A nagy mennyiségű háttéranyag összegyűjtése, elolvasása, a könyv megírása, gondolom, hogy rengeteg időt vett igénybe. Hogyan tudta ezt a fővárosi teendőivel összeegyeztetni? Nekem tulajdonképpen a hobbim a történelem, tehát mindig történelmet olvasok, és most mindössze annyi történt, hogy tematikusan olvastam és gyűjtöttem. És ez nekem pihenést jelent, kikapcsolódást, egy másik világba visszaállt, egy történelmi utazást tettem tulajdonképpen Európában, elsősorban annak a keleti felén, illetve Közép-Ázsiában, mert azt nem említettem, hogy a könyv jelentős részben Kirgizisztánban játszódik, mert Kirgizisztánban volt első tanító a nagyapám, és ott született az apám. Tehát ez az a mozzanat, ami miatt a történet érdekesé válik, hogy ez hogyan lehetséges. Mit könnyebb, könyvet írni, vagy a fővárost irányítani? Hát könyvet írni sokkal szabadabb tevékenység, sokkal nagyobb fókuszálást igényel egyetlen problémakörre, és a szerző szabadsága az, hát hogy is mondjam, mindig nagyon vonzó az én számomra. Tehát, hogyha én már nem leszek főpolgármester, akkor valószínűleg hasonló könyveken fogok dolgozni, legalábbis ezt szeretném. A főpolgármesterség az egy nagyon különleges foglalkozás. Itt szinte percenként váltani kell, és más és más ügyekkel foglalkozni, és nem ad módot arra, hogy egy-egy ügyben annyira elmélyüljek, mert lehetetlen, mert állandó válságkezelés van, és a újabb és újabb válságok jelennek meg. Éppen most egyébként az egyik megoldódott, mert lesz a fővárosnak költségvetése, mert lemondott egy képviselő. Na most el lehet képzelni azt, hogy 3 hónapon keresztül milyen nehéz volt a fővárost úgy működtetni, hogy nem volt költségvetése. Tehát ezek az abnormális helyzetek is sajnos hozzátartoznak a feladathoz. Számíthatunk-e arra, hogy hamarosan egy újabb könyvvel jön elő? A Budapest története lesz 90 és 2010 között, amin dolgozunk és szerkesztjük, ezt többen. Dolgozunk ezen most már hosszabb ideje, és ezt jövő évben, valamikor a 20. évfordulón, vagy egy kicsit az előtt fogjuk kihozni. Tehát ez egy vaskos, nagy, igazi történelmi munka lesz.
A csiklandozás finom érintésekkel, valamint nyomással kiváltott érzet, amely a másik embert nevetésre, izmainak összerántására, védekező mozdulatokra készteti. Senki nem képes saját magát csiklandozni, és a csiklandozásra mutató reakciók is önkéntelenek, akaratlagosan nem befolyásolhatók. További érdekességeket a most következő kisfilmünkből tudhatnak meg. A legtöbben ettől az első látásra jó indulatúnak tűnő mozdulattól irtóznak, pedig alig különbözik a simogatástól vagy egy kedves érintéstől. Ez a csiklandozás. Nem is gondolnánk, de a csiklandozásnak komoly történelme van. Alekszej Tolsztoj írta az első Péter cár című könyvében, ahogy a kozákok halálra csiklandoztak egy kislányt, mert nem akart nevetni. Aztán a másik ilyen történet, ami szinte nem egy szívderítő dolog, még a második világháború előtt történt nálunk, amikor egy férfi ember két asszonyt csiklandozott halálra. Az első tudományos adatok, amelyek megemlítik a csiklandóságot, még 1882-ből származnak. Ekkor találták meg az emberi testen a képen fekete pontokkal jelölt úgynevezett hiszterogén zónákat. Ezeknek a bőrfelületeknek a csiklandozásával, dörzsölésével akár epilepsziához hasonló tünetek is kiválthatók. A csiklandóság érzékeléséért a tapintást érzékelő idegek felelnek. A gerincvelő idegpályáin keresztül a csiklandóság érzése az agy középső részén, az agyalapon lévő talamuszba jut. Ez az úgynevezett talamikus szint. Amikor a talamikus szintre ér az énkerület, eldől az emocionális színezete, hogy ez kellemes vagy kellemetlen számunkra, milyen vegetatív testi érzések kísérik. Ettől kezdve az énkerület tovább halad a kérgi része felé a központi idegrendszernek, ahol egy nagyon finom elemzés történik, ami eldönti, hogy a csiklandozásra mi történik bennünk. Ott hagyjuk a karunkat, vagy elhúzzuk. A túlzott csiklandóságot a stressz, a felgyülemlett belső feszültség, az idegrendszer érzékenysége okozza. A stresszes állapotban, amikor csiklandoznak bennünket, akkor ez nagyon kellemetlen élményként élhetjük meg, mert hiszen megváltozik a hangulatunk, a lelki állapotunk, de itt nem szervi szinten van a változás, hanem a megérésében, a csiklandozás megérésében. A férfiak és a nők tapasztalatok szerint ugyanolyan csiklandósak. A gyerekek viszont sokkal érzékenyebbek. Ez azért van, mert bőrük finomabb, puhább és vékonyabb, mint a felnőtteké, tehát jobban is ingerelhető. De ki ismerhetné jobban az érintés erejét, mint egy masszőr? Szerinte a hozzájáró vendégek csak az első alkalommal csiklandósak, később belső feszültségeik a masszás hatására feloldódnak. Gizella megmutatta, hogy csiklandóság szempontjából melyek testünk legérzékenyebb területei. A csiklandóságot elsősorban a feszültség okozza a testben és az idegrendszerben, és azokon a testtájékokon, ahol a legtöbb idegvégződés található. Így a lábujjakon, a talpon, a talpnak a belső oldalán, a láb belső oldalán, a combtőben, a hason, az oldalon, a honai tájékon, a nyakon, a fültő vonalán. A csiklandozás általában kellemes érzést vált ki belőlünk, persze van, akinek ugyanez kiállhatatlan kínokat jelent. Amikor csiklandoznak minket, természetesen megpróbálunk kitérni a támadás elől. Mindannyian reflexesen védekezünk, legjellemzőbb, hogy összegörnyedünk. A csiklandóságot leküzdeni nem lehet, de tudatosan befolyásolni talán igen. Hiszen van, aki már attól csiklandósá válik, ha puha anyag érintkezik a testével. Van, aki már akkor csiklandós és irtózik, amikor közelednek hozzá. Tehát ebből látszik, hogy még meg sem történt az az esemény, tehát az ő tudatában van ez jelen elsősorban, hogy én ilyen vagyok. Ezen lehetne változtatni, különböző módszerekkel. A legjobb lenne a légzés, a relaxálás, a sport és hát a masszázs. Nos, ha így módon leküzdhetnénk belső feszültségeinket, talán kevésbé lennénk csiklandósak.
Ennyi fért bele a Kaleidoszkóp e-heti adásába. Az ország és a világ érdekességeit csokorba gyűjtő kisfilm összeállításunkkal egy hét múlva jelentkezünk újra, itt a Zsolca TV képernyőjén. Tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra! A Zsolca Televízió mai adásának ezzel a végére értünk, a műsor ismétléseinek időpontját megtalálják a képújság oldalainkon. Friss híreket az országról és a világról, benne pedig Felső Zsolcáról, televíziónk internetes weboldalán a www.zsolcatv.hu-n olvashatnak. A műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!